ez egy rémálom. Pedig csak fekszem az ágyon, a szemem csukva, az álmomat várom. Ekkor zajokat hallok a nagy szobából. Átmegyek és látom, hogy egy szörny épp rámol és keres valamit. Hirtelen rám mered, letérdel, elpirul a helyzet meleg. Elnézést kértek, hogy ne haragudjak, de ha nem eszik telefont, szétbukkad. Faxon. Szörnyű rémhír terjedt el. A városban egy szörny garázdálkodik éjjel. Betör mindenhová, nem érdekli semmi, csak egy dolog, telefont enni. Jó neki a mobil, a fekete a fehér. Most nem ajánlom, hogy telefont vegyél, mert tudni, hogy megeszi még ma este. A csönd a telefon, megremeg a teste. Ott terem rögtön, mielőtt felvennéd. Váratlanul jön, mint egy hivatlan vendég. Kihúzza a dugót a falból lazán. Bekapja a kajdot, és már is zabál. Recsek a mikrofon a foga alatt. Törik a műanyag, a kábel szakad. Elszólt gombok és tárcsadarabok. Ennyi minden, más nem hagyott. És én azóta nem alszom, a szemeimbe estek és ápadt az arcom. Mert hiába Mr. Bell, nincs telefonom. Itt telefon nélkül az életem unom. Nincs más lehetőség, lementem a boltba. Pénzt vettem magamhoz és beálltam a sorba. Egy faxot kérek és hozzá egy telefon. Szörny feljött este, ez most gond. Mondtam neki, hogy ne vegye zokon. De ma este nem eheti meg a telefonom. Azt mondta, jó, nekem felvidult az arcom. Nem eszik telefon, de kell neki a faxom.